előrefelé menekülök, de általában menekülök, tehát, uh-huh. hogy nem arról van szó, hogy törtetek egy cél felé, és megyek, és nem törődöm a rám zúduló rettenetekkel, hanem próbálok elugrani a rám zúduló rettenetek elől. Szia, Anett, köszi, hogy eljöttél hozzánk, és egy picit beszélgetünk irodalomról. Szia, köszönöm, hogy meghívtál. Figyelj, talán kezdjük azzal, hogy nekem van egy ilyen alapfeltevésem, hogy olyan jó lenne, hogyha minden napunkban lenne egy pici idő arra, hogy az ember olvasson is, és nem csak író embereknek, hanem mindannyian tegyük bele az életünkbe magát az olvasást. Hogy vagy te ezzel a kiinduló gondolattal? Hogy nyilván egy idealisztikus világnak lehetne ez a mottója, és egyébként nyilván az sem igaz, hogy az embernek nincs ideje az olvasásra, inkább szerintem az van, hogy az ember nem szán időt az olvasásra, amiért meg lehet vetni az ember, de nem teljesen, hogy mondjam, magyarázat nélkül az, hogy ez így van, mert elképesztő mennyiségű ingert kap készen, és elképesztő sebességgel, és ehhez képest az olvasáshoz igenis hát be kell kapcsolni szerintem az embernek az agyát. És ez az igény az, ami szerintem elsorvadóban van. Meg hogy talán az időhöz való hozzáállásunk. Tehát most nézhetjük a kamaszányaidat, nézzük a te életedet, egy kicsit akár ki is tágíthatjuk ezt a kérdést, de hogy az idővel nem tudom, hogy tudjuk beosztani. Tehát nem csak a könyvekkel van ez egyébként így most, egy ideje tanítok az egyetemen, és én megdöbbenve hallgatom, hogy a fiataloknak egy része úgy megdöbben, vagy nem egy álságos megdöbbenése, hanem értem, amit mondanak, csak nyilván meglepő számomra, mert a könyvekkel kapcsolatban ezt a teóriát már ismertem, de mondjuk kevésbé ismertem például a filmekkel kapcsolatban, nem is teóriát, hanem viselkedés mintát, hogy azt mondják, hogy nem nagyon tudják végignézni, mert közben azért csak megnézik, hogy milyen üzenet jött, meg közben azért egy picit pörgetik a telefont, és egyszer csak leválnak a filmről, ami pedig sokkal szerintem ilyen értelemben olcsóbb hozzájutási formája a művészetnek, vagy az információnak, vagy a hatásnak, vagy hívjuk, ahogy tetszik. És mégis már a film is egyfajta kihívás jelent, a könyv meg valójában talán lenne rá idő, de nyilván például az is igaz, hogy egy regényben azért nem könnyű annyira elmélyedni, mondjuk az emberek a metron végigpörgetik a híreket, de nem biztos, hogy mondjuk egy regényből olvasóként kibeszállni, miután percekre, vagy 5-10 percekre oszlik az embernek az ideje, vagy a figyelmének a hosszúsága, mert valami úgy is történik, valami megszakítja, ezért egy picit az információfogyasztás, vagy az élvezetnek a megszerzése is szerintem hát rövidült. Abszolút. Erre mondják a könyvkiadós barátaim, hogy ugye a regény és a verses kötet eladása között az abszolút listavezető mindig egy novellás kötet, mert az az, amivel mondjuk egy 21. századi ember nagyon jól tud találkozni, de akkor nézzük meg, mert vannak ilyen nosztalgikus, visszautazós gondolatok, szeretem így felfedezni a vendégeimet vagy a barátaimat. Nézzük meg egy könyvet, ami először lett fontos Kormos Anettnek, és akár most behoztad a filmet, nézzünk egy filmet, tehát ha film, és mondjuk a gyerekkorod, vagy az ifjúságod, akkor az mi, ha zene, akkor az mi, és a könyv, akkor az mi. Ez az egyik ilyen legegyszerűbb kérdésnek tűnik, vagy legegyszerűbben megválaszolható kérdésnek tűnik, és szerintem mégsem könnyű. Egyrészt, mert valaki, aki hisz abban, hogy mondjuk fejlődik az élet során, vagy a saját élete során, nem pedig csak múlnak az évek, annál azért szerintem változnak ezek a kedvencek, ahogy ő maga is fejlődik. Tehát mondjuk rossz példa, de hogy és mondjuk én Tom és Jerry nőttem föl, ami hát mondjuk én imádtam. Egyébként most is imádom. De valószínűleg például ebben a mai nagyon szerintem erkölcsek képmutató világban már ez egy olyan mese volna, ami lehet, hogy nem tudom, sérti mondjuk az állatvédőknek a nézeteit, vagy lelkét, vagy mit tudom én. Furcsa módon nem könyvet mondanék, ami nekem először becsípődött, és ez kicsit rímel erre, amit mondtál, sokkal gyakrabban fogyasztunk rövidebb tartalmakat, mm-hmm. ha már egyáltalán valaki veszi a fáradtságot, hogy irodalmat fogyasszon, én mindig is a rövid műfajokat kedveltem. Ami először megfogott, akkor még igazán kisgyerek voltam, ez Victor Hugónak a Nyomorultakból egy részlet volt az olvasókönyvben. Azt hiszem, hogy talán a címe a Gávros Odakün, vagy valami hasonló, de nem biztos, hogy jól emlékszem, mert tényleg van problémám a címekkel és a pontos idézetekkel. De az például engem megérintett, mikor még kicsi voltam, akkor is azt éreztem, hogy na hát, hogy ennek az irodalomnak azért van értelme, mert ezek
ez egy egész jó sztori. Meg érzelmek vannak benne. Én mindig a szomorú történetekhez vonzódtam, ami nem tudom, hogy perverz vagy nem perverz, de a következő ilyen állomás, ami igazán azt gondoltam, hogy kapcsolatot számomra az irodalomban, az Kafkának az átváltozása. Ami szerintem szintén, ha az ember jól olvassa, vagy jó időben találja, akkor egy szívszaggató történet. Nagyon érdekelt a zene mindig, és nagyon korán elkezdtem, kaptunk apáméktól ilyen szintetizátort, ezt a nagyon olcsót meg lehetett szerezni, és én azon már pötyögtem, és mind... Komolyan mondom. Természetesen, és akkor apámék, akik mérhetetlen elfogultsággal voltak, és reményem szerint vannak felém, ők nyilván meglehettek a zenei tehetséget rögtön. És ebben rögtön támogattak is. Ebben rögtön érzelmileg támogattak, és kerestek egy zongoratanárt, aki szintén azt gondolhatta, hogy nem vagyok teljesen tehetségtelen, viszont jelentős fokú lustaság társult emellé. De akit én szerettem játszani, például én Beethoven fan voltam mindig is, talán pont emiatt, az érzelmek miatt, amit szerintem üzenetileg nagyon számomra, vagy hozzám közel van képviselt. És volt még egy harmadik is, amit kérdeztem. Igen, a film volt, de most elég jól, most ezen gondolkozom, hogy Beethoven-t mondasz, hát, hogy akkor mi összekapnánk. Zalán Tibor és Fodor Ákos csomószor összevesztek azon, hogy kinek ki a kedvenc zeneszerző, vagy mit hallgat, hogy a Fodor Ákos is nagyon, ha már rövid műfaj, akkor ő nagyon-nagyon szerette a zenét, ez meg is jelenik, és nagyon sokszor én éjszakában nyúlt telefonbeszélgetésekbe, vagy rendes beszélgetésekbe a barátaival ezen vitatkoztak. Én Mozartos voltam, amikor kicsi voltam, akkor volt egy ilyen nagy Mozart film, és hazamentem, és rögtön elszedtem az énekzene füzetemet, és elkezdtem komponálni. Keresem a gyermekkori fontos könyveidbe, vagy akár így a zenébe azt a kormosanetet, akit mindannyian megismertünk. És az olyan érdekes, hogy van egy képünk, mert nézünk a tévébe, vagy mert ott vagyunk az előadásodon, vagy mert követünk, és olvassuk az írásaidat. És engem tényleg izgat az, hogy mi adott ennek a lánynak mondjuk biztonságot, hogy kilépjen a színpadra, vagy ha most pont olyan könyveket mondtál, amik nem a legelső könnyű olvasmányok, ezek tényleg érzelemmel teli, kérdéseket feltevő, komoly könyvek, és mégis talán, hogyha rá a nevedet kimondom először, akkor nem biztos, hogy a komoly szót tenném mellé. Nem volt biztonságérzetem, és most sem ad nekem biztonságérzetet a színpad, tehát ez soha nem az a fészek, ahova bemegyek és bekuckózom, tehát pont, hogy nem. Inkább a kihívás, és a mai napig is nyilván ez motivál elsősorban, hogy számra kimenni emberek elé, egy zárkózott, magamnak való, olykor morózus ember vagyok, és ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok nagyon boldog a színpadon, akkor, amikor sikerül kapcsolatot teremteni a közönséggel, és hogy ez számomra nem egyfajta euforikus érzés, de az odáig vezető út, és ezt egyébként többször megénekeltem már, a számomra rögös, tehát amíg én oda kivergődöm a színpadra, az alatt egy 4-5-ször meghalok. Túlzás természetesen, de nem, tehát menekülnék, és hogyha, tehát lehet, hogy ha idősödöm, úgy ez egyre erősebb lesz, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy már kell embereknek fizetnem, hogy rángassanak el a színpadig, és vagy lökjenek ki, mert ott már jó, csak odaig egy kényszenvedés. De visszatérve a kérdésedre, ez egy kitörési lehetőség volt. Egyrészt mindig érdekelt a humor, mindig szerettem a humort, és az Örkényi humor meg kimondottan nálam nagy kedvenc volt, és sokat tanultam abból, hogy a tehetség nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki mennyire ügyesen ír, mennyire ügyesen énekel, milyenek az adottságai, hanem a látásmód a lényeg szerintem, akármiben alkotsz. Ha képes vagy a saját személyiségeden át látni és láttatni a dolgokat, akkor az unikális lesz, lényegében akármilyen műfajban csinálod. Ez így van, hogyha mondjuk kéne egy jelzőt mellét tenni, de hát ez egy szubjektív beszélgetés itt otthon a kanapémon. Én sok esetben azt gondolom, hogy bátor. De lehet, hogy csak hozzám képest, én is magamat egy eléggé zárkozott embernek tartom, ha bár én is nagyon sok ember előtt szerepelek, de önmagában egy zárkozott ember vagyok. Én nem érzem, tehát hozzám képest egy nagyon bátor ember vagy, akár a témáidban, a szókimondásodban, és nem feltétlenül, hogy ki-kit szerepeltet, melyik írásában, meg hogy ír, nem tudom, a közvetlenebb dolgairól, de bátornak érezzek téged, te ezzel a szóval mit kezdesz? Nagyon szívesen azonosulnék, vagy magamra venném ezt a jelzőt, hogy én bátor vagyok.
de igazából én egyszerűen csak zsigeri alapon működöm, és előrefelé menekülök. De általában menekülök, tehát hogy nem arról van szó, hogy törtetek egy cél felé, és megyek, és nem törődöm a rám zúduló rettenetekkel, hanem próbálok elugrani a rám zúduló rettenetek elől, és olykor a túlélésemet csak az okozza, hogy megvárom, hogy nem tudom, ki becsap bele a vélemnek közelebb, és örülök, hogy ez nem én voltam. Talán szemmeltes, de nem biztos, hogy teljesen érthető a példa, hogy nem gondolom magamat feltétlenül bátornak, de például általában már önazonosnak gondolom magam, és mivel nem biztos, hogy feltétlenül az én személyiségem olyan, ami könnyen befogadható, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos emberek valószínűleg kedvelnek és szimpatizálnak velem, más emberek meg valószínűleg, ha meglátnának, élvállásnának valahol. Mert nem az a típusú, én is tudom, tehát nem az a típusú nő vagyok, és nem az a típusú személyiség, aki egy pohár vízzel lecsúszik. De neked az írás is elég hamar megjött. Én azt gondolom, hogy az olvasó embereknél az olvasás maga segítség arra, hogy mondjuk írásban kifejezze magát, de akkor az egy fontos állomás volt, ami azóta az életed része. Tehát ez volt talán az első olyan, amiben te megmutattad magad, vagy megfogalmaztad magad? Kötelező feladat révén kerültem tulajdonképpen közel az íráshoz, méghozzá egy irodalomtanártól kaptuk gimnáziumba kötelezően azt a feladat, hogy írni kellett egy glosszát. Tudom, hogy azt mondják és úgy tartják, hogy azok, akik később írással foglalkoznak, sőt, állítólag mindenki ír gyerekkorában vagy verset, vagy prózát. Én például soha életemben nem írtam verset. És őszintén szólva a próza írással is későn próbálkoztam meg először, és ez a bizonyos ilyen gimnazista glosszaírás volt az első köröm, amit nagyon élveztem. És akkor többen ott a kollégista voltam, többen hozták, hogy nekik is meg lehetne esetleg írni, és akkor írtam egy csomó glosszát mindenkinek. És akkor rájöttem, hogy viszonylag könnyen megy nekem, hogy, tehát, hogy nem ilyen értelemben nem túl romantikus az én találkozásom az írással, mert nem arról volt, hogy mindig erre álmodtam, és már gyerekkoromban szamárfülesre feküdtem az összes könyvet, hanem egyszerűen volt egy ilyen feladat, és úgy tűnt, hogy ez nekem egy jobban megy, mint a többieknek, és ilyen értelemben látod, hogy ez nem egy bátorság, hanem én a könnyebb ellenállás irányába mozdultam, mert azt mondtam, jó, hát ebbe picit jobb vagyok, mint a többiek, akkor ezt fogom csinálni. Egyre jobban azt érzem, hogy te teljesen olyan vagy, mint Társánszky Józsi Jenő. Nem tudom, ismered a Társánszky Józsi Jenő életét, szerintem sokan ismerjük, legalábbis mondjuk a legenda nyúlpaprikásra tudja, hogy ismerik a legtöbben. Ő nem szeretett írni, vagy így nem volt útja az írás, hanem kapott egy feladatot és egy lehetőséget, és észrevette, hogy ebbe ő tök jó. Mégis az lett az élete, és hogy nagyon sok mindennel azonosítjuk őt is, ami... És ő se egy olyan igazi nagy naplóírós volt, meg már gyerekkorában elbújt a kályha mögé, és leírta az összes érzését, de mégis ez lett az otthona, és azért azt is mondhatjuk, hogy neked azért, főleg egy zárkozottabb embernek, az, hogy írásban kifejezi magát, az lehet egyfajta otthon. Igen, amikor ezt úgy tudod csinálni, hogy íróként írsz, de én azért sok időt töltöttem el alkalmazott íróként, hogyha egyetlen használható ez a kifejezés, vagy létezik. És az azért az nem az otthonom volt, hanem inkább a kollégium, vagy egy nevelő otthon, hol ez, hol az, szigorúságát és a körülményeket tekintve. Mondjuk gondolsz forgatókönyvre? Gondolok forgatókönyvre, igen. Ami nem volt számomra egy tanulság nélküli idő, de ezzel együtt nem az volt, ahol... Tehát az a típusú írás, amikor szabadon a papírra írhatsz, az mondjuk az elmúlt időszakban nekem nem adatott meg, és ez nem panasz, mert közben meg nyilván az volt a munkám, és jó munka volt, és tök jól éltem belőle. De valóban azt a típusú szabadságot, amit szerintem az ember szépíróként megélhet, azt nekem nem biztos, hogy adja más, mint a papír, de mégsem elég. Tehát mégis annál meg önzőbb vagyok, hogy... Tehát én nem vagyok a fióknak író típus. Sokan mondják, hogy ők akkor is írnak, ha nem olvassa senki. Én nem ilyen vagyok. Nem ragaszkodom, fontos nekem érzelmileg, hogy amit írok, az találkozzon az olvasóval. És ha nem találkozik, akkor hibásnak érzem magam, hogy nem sikerült, mert alapvetően azért valakinek írok, nem csak úgy, hogy de szépek ezek a mondatok, és hogy saját magam elájuljak tőle esténként, hanem szeretnék valamit mondani, és tökre boldogulnék, hogyha az, amit mondani akarok, az sikerül jól megfogalmazni, és azt eljuttatni a közönséghez, és amikor mondjuk írásban nem sikerül, akkor tökre örülök, hogy mondjuk a színpadon megvalósulhat. Uh-huh.
amikor pedig mondjuk, mit tudom én, ott nem sikerült, mert cégesről jártam cégesre, akkor meg valahogy megpróbáltam papíron kiélni ezt a vágyamat. Emlékszel olyan pillanatra, amikor azt hiszed, hogy nagyon elégedett vagy egy munkáddal, egy fellépéseddel, egy írásoddal, és hogyha elégedett vagy, akkor mitől? Szerintem az előadóknak ezek a boldogság pillanatai, amikor nem feltétlenül a siker, hanem amikor ő azt érzi, hogy most nagyjából úgy sikerült, vagy ahhoz hasonlóan sikerült valamit közölni, vagy valami tartalmat gyártani, mint ahogy ő szerette volna. Ez nekem pillanatokig szokott tartani. Tehát ha ez egy írás, akkor előfordult már, nem gyakran, de előfordult, hogy azt éreztem, hogy ez nem sikerült rosszul. Uh-huh. Viszonylag jól eltaláltam. Elillan pillanatokon belül ez az érzés nyilván, de abban ad egy pár eufórikus pillanatot. Ugyanez igaz egyébként a fellépésekre, hogy volt már, hogy úgy jöttem a színpadra, hogy igazából most mi megtaláltuk egymást, és szerintem kihoztuk egymásból a maximumot, úgy értem, hogy a közönség és én. Aztán fél óra múlva, amikor már teljesen mással foglalkozom, vagy egy óra múlva, akkor így beugrik, hogy mit hagytam ki. Például, hogy azt, kezdve a következő két napon viszont oda van. Ami nem normális természetesen, de ettől még oda van, mert tudom, hogy ennyire volt attól, hogy egyébként tökéletes legyen, vagy, és hiába nekik, nyilván a közönség ezt így nem fedezi fel, vagy nekik ez így nem tűnik fel, de ettől még mindig hiányzik valami a tökéleteshez, de talán ez az egésznek a dolga, meg ez az, ami az embert motiválja, hogy mégiscsak egyfajta déli bábot kergetünk, ami megyünk, és valahogy vagy odébb megy, vagy nincs is, vagy nem is volt. Ehhez biztos vagyok benne, hogy kell valamiféle töltekezés. Nekem itt is mindig magammal már van probléma, hogy nekem kevés időm van töltekezni, meg nekem mindig a munkám az, hogy olvasok. Tehát nekem ez abszolút a háttér, hisz akkor tudom az írókat vagy a vendégeimet kérdezni. Neked van, hogy forrás, vagy ilyen töltekezés, akár egy könyv, akár egy kortárs, akár egy klasszikus? Valahogy a fellépések előtt én lehet, hogy rossz a szó, de én saját magam kiürítésére törekszem elsősorban, de hát, hogy kisöpörjem a fejemből talán mindent, amennyire lehet. Uh-huh. Egy lefelé vezető út, hogy ez egy vidéki fellépés, akkor ott vannak órák, amit az ember eltölt a kocsiban, és én nagyon igyekszem olyankor, nem tudom miért a jó szó, zenét hallgatok, tehát próbálok inkább így, nem tudom, zsigerileg, tehát ellazítani az agyamat, nem tudom, ezért nem koptatom előtte. Lehet, hogy nem is túl nagy az agyam, azért vigyázok rá ennyire, hogy azt nagyon picit azt a sikerem mozgósítani. Jó, de most mondok egy példát, tehát, hogy sok esetben mondjuk, amikor egy íróval beszélgetek, ő elmesélje nekem, hogy ez zavarja az olvasást. Amikor mondjuk egy regényt fogalmaz, benne van egy gyártásba, egy alkotásba, akkor ő biztosan nem kezd bele egy Vonnegut könyvbe, mert egyszerűen megzavarja az ő hangját. Most említettük egy nem olyan régen, mondjuk pont Örkény, de gondolhatnék én mondjuk Karintira is, akit szerintem nagyon sokan félreértenek, szerintem egy hihetetlen gondolkodó volt, meg tanító, és mégis olyan, mintha az emberek szeretnének egy valamilyennek látni valakit, miközben nem biztos, hogy egy valamilyennek vagyunk. Na mindegy, tehát, hogy mondjuk készülsz egy estre, vagy hangolódsz egy fellépésre, kapsz egy felkérés, bármi, ott van szerepe annak, hogy mondjuk elmélyedsz egy Tóth Árpádba, vagy van-e ilyen, hogy olvasol egy Karintit, vagy forrásként, Örként, vagy ezt is tök jó kidobni, és korábban kell találkozni mondjuk ilyen klasszikusokkal. Nagyon értem ezt egyébként, tehát hogyha ha írok, akkor előtte olvasok sokat különböző szerzőktől, akár olyanoktól is, akiket nem feltétlen kedvelek, és ez nem az olyan szórakoztatás céljából olvas ilyenkor az ember szerintem, hanem legalábbis én, hanem megpróbálok okulni, vagy nem tudom, tehát nézem, hogy csinálják, megpróbálom összeszedni, ami nekem ebből tetszik. Tehát, hogy nem kimondottan ilyen kikapcsolódó olvasás az, amit ilyenkor mondjuk végzek. De például nyilván az ember, ha például színpadra állok, akkor nyilván nem nézek humoristákat előtte. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a két helyzet rímel egymásra, mert nem akarom, hogy hatással legyen, vagy hogy azt, amit én csinálok, azt ez szétrúgja. Végigvettük azt, vagy elmesélted, hogy ki volt mondjuk az ilyen első kedvenc, tényleg ezek ilyen szivatos kérdések, de kíváncsi vagyok, és beszéltünk arról, hogy változik azért az ízlésünk. Most Kormos Anettnek ki az, aki mondjuk egy képzelbeli, vagy valós kis éjjeli szekrényén ott van? Ki az, aki most neked fontos? Mondjuk Dragomán György és Szabó T. Annát, ezt a párost. Őket
bocsánat, az kényleg a kifejezés, őket nagyon kedvelem, és szerintem ők nagyon szépen bánnak a nyelvvel, és nagyon érdekes jelenségnek tartom őket, mint embereket is, ami lehet, hogy egyébként nem kéne, hogy árnyalja a véleményemet, vagy az irodalmi alkotásukról, vagy nem, de ettől még árnyalja. Nagyon különlegesnek talán például Szabó Tiannában azt, hogy valójában úgy néz ki, mint maga Szűz Mária, tehát, hogy van egy naívság a személyében, a megjelenésében, egy ártatlanság, közben az írásaiban meg nézed, hogy ez a szenvedély, ez honnan tört elő? És szerintem ez szép, és ugyanez igaz egyébként Dragomán Györgyre is szerintem, aki... Én nekem sokkal szimpatikusabb, amikor van egy ilyen konzervatív forma, ami nem ordítja magáról, hogy itt van nálam a szenvedély és a tudás. Én is ezt szeretem az Annáékban, hogy nagyon előtört táncban, énekben, zenében, mozdulatban, egyszerűen sugárzik mind a két ember, olyan töltet van bennük, akár egy sima beszélgetésnél, akár a színpadon, amit feltétlenül elsőre nem következtet az ember. Van is egy könyve az Annának, az a cím, hogy Határ, valahol ott van fönn a könyvespolcon, és ezzel akkor most felét fordulnék, ezzel a szóval, hogy határ, hogy neked van-e valami, amit bezársz, amit nem mutatsz meg az embereknek. Mondok egy példát, én úgy nőttem föl, hogy nem tudom, játszunk a tesommal a kertben, és bármilyen bohótság történik, simán két hét múlva az és címlapján volt egy versben benne, és nagyon kevés volt ez az intim rész, ami nekünk megmaradt, de igazából ezt nem bántam. Annáiknál is azt láttam, hogy az ő életükben ugye meghatározó a határ, mint valódi határ, Erdély, Magyarország átjönni, mit kezdünk azzal, hogy egy olyan környezetben nő föl valaki, ahol magyarnak lenni mondjuk nehéz volt. Szóval nagyon sok esetben előjött ez a határ is, és lépésről lépésre tudták például megérni azt, hogy akár egy lelki folyamat hogy zajlik. Ahogy gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak nehezebb, nem tudom, szorongást okozó helyzetek saját magunkkal kapcsolatban, a gyerekünkkel, a családunkkal. Tehát van-e olyan, aminél tényleg azt érzed, hogy ez nem lesz se egy poéntárgya, se egy előadástárgya, se egy írástárgya, se egy társadalmi kérdéstárgya, hanem ez köszi, ez az enyém, és ezzel majd én nagyon nézem. Megválogatom, mert ez két különféle életforma, ami ugye hozzám kapcsolódik, az egyik van ez az előadói lét, az a közönségnek szól, és elsősorban róluk szól, még akkor is, hogyha a történetek személyesek, amiket mondjuk megpendítek, ezek a történetek mégiscsak általában olyan történetek, amik velük is megtörténhettek, csak én mesélem el. Igen. De alapvetően azért vagyok ott, hogy aztán neki könnyebb legyen, szelep vagyok, kimondjak olyanokat, amik őket is foglalkoztatják, érintik, de megkönnyebbülnek attól, hogy nem nekik kell mondjuk kimondani vagy beszélni erről, hanem én mondom ki, én beszélek erről, és esetleg még nevetni is lehet, hogyha ügyesen csinálom. Az írás ilyen szempontból nálam egy picit más, nem, szerintem mindenkire más. Az azért az személyesebb bűfaj szerintem, és nagyobb, nem is biztos, nagyobb, más típusú odaadást követel szerintem. És ugyanakkor meg az ember lehet egy picit önzőbb is, mint mondjuk a színpadon. Uh-huh. Nálam nagy kérdés az, hogyha például én most könyvet írnék, akkor mennyiben lenne elvárás az az 1.0-ás kormosanett, akit egyébként, ahogy te is mondtad, nem azért, amit az emberek használnak arra, hogy engem beazonosítsanak. Mennyire lenne elvárás az, hogy mondatonként poén jöjjön például. Igen. De ezt el fogom engedni, ezeket a típusú elvárásokat, tehát ha én írni fogok, akkor csak úgy fogok írni, hogy ezzel nem fogok foglalkozni őszintén. Szóval nem tudom, ezt való olvastam, vagy én magam találtam ki, vagy a kettő sajátos ilyen kombinációja, hogy táncolni és írni úgy kell, mint hogyha senki sem látná. De írtál már? Írtam már. Jó régen. Jó régen, ifjúkori zsengéket, és szerintem elsősorban ott is a közönségre koncentráltam. Most, ha írnék, akkor azt hiszem, hogy már nem koncentrálnék a közönségre, hanem úgy írnék el, mint a senki sem lehetne, mert ha valami hiányzik nekem az írásból, akkor ez a típusú totális szabadság. Az utolsó kérdésem az minden vendégemhez valahogy ez szokott lenni, egy ilyen kulcs szó, ami szerintem sokunknak meghatározó, ez pedig a szabadság. Mondj egy gondolatot, ami neked eszedbe jut erről a szóról, a szabadság. Talán az egyik legfontosabb dolog ez
számomra, és nagyon patetikusan hangzik, mert olyan könnyű azt mondani, hogy nekem mennyire fontos a szabadság, sajnos tényleg fontos, és ezért nagy teher is egyébként szerintem annak, akinek nagyon fontos a szabadság, mert most nagyon nehéz szabadnak lenni, nagyon sokba kerül a szó minden értelmében, és nagyon rögös ez az út.